Köszöntöm a Műhely, a Szombathelyi Televízió kulturális magazin műsorának nézőit. Mai adásunkban részben visszatekintünk az elmúlt napok, illetve hetek kulturális eseményeire, másrészt pedig ízelítőt adunk néhány előttünk álló kulturális programból. Szó lesz többek között a Kőszegi Várszínház soron következő produkciójáról, beszélgetni fogunk majd a Nemzetközi Bartók Fesztiválról, és megismerkedhetnek egy ifjú hölgyel is, aki nemrégiben megnyerte a Tündérszó országos meseíró pályázatot. Érdemes lesz velünk tartani azért is, mert értékes nyereményekkel is készültünk, amennyiben SMS-t küldenek nekünk a 0620-2020-800-as SMS számra, és szerencséjük van, elvihetik tőlünk ezeket a nyereményeket. Van 2 darab belépőnk a Kőszegi Várszínház legújabb bemutatójára, a Kávéház című darabra, ugyancsak 2 darab belépőnk 16-ára és 11-ére, 2 darab belépőnk az Ízeumba, és a Café Frey felajánlásából is van 2 darab utalványunk. Csütörtökön lesz tehát a legújabb bemutatója a Kőszegi Várszínháznak, az idén következő soron következő produkciót láthatják a nézők. A tavalyi előadás Goldoni Kiodzsai Csetepaté című műve volt, ezután újra egy Goldoni művet tűzött műsorára a színház. A Kávéház című darab próbáján ott jártunk mi is, most önök is betekinthetnek néhány jelenetbe, következzék tehát ez az összeállítás. Tavaly is Goldonit csináltunk, de az egy teljesen másik ügy, a Kiodzsai. Ez a színdarab, a Kávéház, egy sokkal mélyebb és sokkal kevésbé vígjátékibb darabja a Goldoninak. Hát sok mindenről szól ez, ami ma engem legalábbis nagyon érdekel, de azt látom, hogy mindenki mást is. Sok elhibázott és végleg elhibázott döntések sorozata az, ami ezeket a szereplőket mozgatja. És nagyon, nagyon nehéz egy olyan helyen mindezt végigcsinálniuk nekik, ami tulajdonképpen folyamatosan süllyed. Ez maga Velence, az ő pici életterük, ami van, azzal a kicsi térrel, ahol ez a kávézó működik, és megpróbálnak tisztességesen, és tényleg apait, anyait beleadva valahogyan kivergődni abból a dologból, amiben vannak. Hát, hogy ez mennyire sikerül, vagy mennyire nem, azt nem tudom. Nagyon sok ilyen jazz standardet raktunk bele. Van benne olyan zenei betét, ami teljesen a saját a mi költésünk. De nagyon sok dolog kicsit ilyen játékszerűen, ötletszerűen, gag-szerűen, burleszk-szerűen illeszkedik bele a darabba, tehát nagyon sok felismerhető dallam lesz benne. Eugenio! Mit? Na, tessék még kiadja Eugenio urat, ő most ne néd rá! Nem akarok kitőle semmit, csak hát szükségem van rá, helyzet van! Nem hallja, hát szükségem van rá, hát helyzet van, megint elhagyta a férje, a könyvelő! Én a kávéház tulajdonosnő vagyok, és a szemben lévő ház az pedig egy kártyaház, amit megfelelő hamis kártyásokkal és egyebekkel kell elképzelni. Tehát ez a két ügy tulajdonképpen a becsület és a tisztesség és az ügyeskedés és a csalás lehetős, ezek küzdenek egymással. Tehát, hogyha valamilyen képletet fel szeretnék állítani, akkor a darab az ilyesmiről szól. Csak közben aztán jönnek a szemnél szebb fiatal nők, meg a hozzátartozó férfi partnerek, és akkor itt rengeteg
megcsalás, félreértés, stb. Zajlik, amiben ez a nő, ami eredetileg az íródarab szerint egyébként egy férfi szerep. Csak Znamenák István azt találta ki, hogy az, aki állandóan anyáskodik, és állandóan gondoskodni akar, hogy az még erősebb lesz, ha esetleg nő játsza, és így kerültem bele. Egyébként előtte féltékeny voltam, mert nem lett volna nekem ebben szerepi. Tárom fiatal nő van, és slussz vége. Ezt érdemel én? Ez bizony lándok, hát jól immobiliányok, a medvei dorrág vizet. Mi bajod van vele? Nekem csobogsz, kis kalád. Ja, azt, hogy elhagytam miattad a feleséget? Az apró kis tény, amit elfelejtettél megemlíteni, hogy van felesége! Rengeteg humor is van benne, bonyodalmak, stb. De ami a lényeg szerintem a Goldoninál, hogy nem egyszerűen karaktereket vagy figurákat ránt elő a fiókból, hanem embereket, olyan embereket, akikben magunkra ismerhetünk, akár úgy, hogy elgondolkozunk, akár úgy, hogy nevetünk magunkon, hogy Atya Úristen, ilyenek is tudunk lenni, vagy vagyunk. És a két főszereplő küzdelméből kikerül valaki egyértelmű győztesként? Hát az én előadásomban az Adria kerül ki győztesként. Mert hogy az Adria lesz a győztes, így és úgy is, akármit csinálunk mi. Ezen nagyon kell nevetni. Elejétől a végeig nagyon kell nevetni. De hát akkor is az Adria lesz a győztes. Tehát attól én nem vagyok elszomorodva, hogy tudom, hogy előbb-utóbb úgy is jön a véntenger, és megeszik mindent. Tehát aki ezt nem tudja, az valamit végérvényesen elfelejtett abban, hogy hova tartozik. Meg hogy mekkora ő a világban. Maradunk továbbra is a Kőszegi Várszínháznál. Nagyon sok szeretettel köszöntöm két színművész vendégünket, akik az idei bemutató részesei, szereplői, Parti Nóra és Marton Róbert jöttek el hozzánk. Köszönöm, hogy itt vagytok, és elkísérte őket Póca Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója. Köszönöm, hogy eljöttél, Zoli. Az imént látott jelenetekben benneteket nem láttunk. Ti milyen szerepet kaptatok ebben a produkcióban? Én egy viszonylag kicsi, de nagyon fontos szerepet próbálok megvalósítani a darabban. Én erről többet nem is mondanék, bár... De azért azt áruljuk, tudom, hogy te vagy a rendőr parancsnok. Én egy rendőr parancsnok vagyok, mert hogy a címlapon rajta van, tehát a nézők számára is ez világos lesz, de sokat figyel ez a rendőr parancsnok, tehát nem... Egy kicsit elrugaszkodtunk az eredeti történettől, és sok csendes jelenetben, mint figyelő, mint titkos rendőr ott vagyok. Nórától pedig általában ilyen tűzről pattant, nagyon határozott fiatal lány szerepeket szoktunk meg. Most is valami ilyesmit formálsz meg? Most szerencsére fejlődhetek, mert most elvileg egy visszafogottabb nőt kéne megfogalmaznom, tehát most ezzel küzdök nagyon, mert az Nami elképzelése szerint ez egy nagyon zárt legfelső 10 000-nek a szülöttje, vagy egy nagyon jó módban élő nő, aki nagyon-nagyon arisztokratikus és finom, küzdök vele rendesen. Két nap van a bemutatóig. Én szeretnék néha. Nem, nagyon jól halad. Robi azt mondja, jól haladok, de nem tudom. Majd a kapitány megmondja. Nem először vagytok Kőszegen, több alkalommal szerepeltetek már. Igen. Nyári bemutatón. Sok-sok. Hát már vagy 10. Hát én most ünneplem a 10-et, mert 2003-ban voltam itt. Én meg még hamarabb, mert én meg... Még 7 éve találkoztunk. Nem, de én meg még emlékszem, Frici, Újlaki, Jordán, Piroska játszottak benne, és abba voltam először kicsiként. Így van. A 100 éve. Én nekem az a kép van kint a falamon, hogy a Jordán Tamás hátulról támad. Komolyan az asztalon? Na, szóval az volt a mi meghatározó pillanatunk. Igen. És ha én jól tudom, akkor nem csak ezek miatt a meghatározó színészek miatt fontos nektek Kőszeg. Igen, mert úgy alakult. De én nekem a Póca Zoltán igazgató, nekem ő egy fogalom, mert tulajdonképpen igen, tehát mi itt találkoztunk a Robival, Kőszegen, meg a Jordán rendezés alatt, és igen, tehát végülis a Robi az első ember, aki mellett nyugodt. Akinek szült két gyereket. Akinek szültem két gyereket. Legalábbis én nem tudok többről. Tehát nekem ők ilyen csoda adók, és a Robi meg mint a csoda. És most elhoztátok a gyerekeket? Igen. Én azt tapasztalom, hogy úgy működik ilyenkor ez a társulat, mint egy nagy család. Igen, ez csodálatos, igen, van egy hely, ahol lakunk, és akkor ott van a sok gyerek, és akkor megyünk próbára, megyünk haza, de ha a próbára bejön mondjuk az egyik feleség, akkor lehet kérdezni, hogy láttad-e a gyerekeket, jól vannak-e,
ettek-e, sírtak-e. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon... És egymás gyerekeire is figyeltek. Igen, elárulom a nézőknek, hogy amikor ott jártunk a próbán, akkor a rendező úr egy kicsit keményebben rászólt egy kisfiúra, talán a saját kisfia volt. Igen. És Parti Nóra volt, aki oda ment hozzá, és kedvesen vigasztalgatta. Igen, igen, mert hát egy gyerek az csak gyerek, de az Nami meg már ugye a finisbe vagyunk, tehát ilyenkor már ő nagyon arra figyel, amit csinálunk, és akkor Bence meg pont jött ki, de ebből semmi probléma nincsen. Egy gondolat erejéig még visszatérhetünk ehhez a Kávéház című darabhoz. Mi az, ami ebben szerethető szerintetek? Mert én úgy éreztem, hogy nagyon nagy kedvel játsszák ezt a színészek. Hát az emberek, a helyzetek... Hát szerintem az, hogy mi, hát, hogy rólunk szól, még akkor hiába Olaszország, hiába egy karneváli hangulat, amiben nekünk talán nincs is úgy részünk, meg nem is akartunk erre törekedni. Tehát szerintem nem volt ez direkt a mába helyezve, de nem törekszünk arra, hogy ezt a korábban hagyjuk, hanem tényleg pont a tegnap beszélt velünk egy kicsit szigorúbban az, nem, hogy ez mennyire egy szövegcentrikus előadás, és hogy ebben úgy vannak helyzetek, hogy nem feltétlenül letoljuk a nadrágunkat, vagy fejbeverjük a másikat, hanem intenzíven meg kell élnünk azt a sok szöveget, azt a sok információt, és szerintem ez tényleg, azt hiszem, az Eszter mondta az előbb a bejátszásban, annyira rólunk szól, emberek, nem feltétlenül rólam, de... Meg az arról, hogy milyen esendő, meg mennyire kiszolgáltatott, tehát, hogy igazából félreérthető helyzetek sokasága, tehát van egy ember, az Epres Attila játssza Don Márciót, aki mindig rosszul szól, vagy elcsavar mondatokat is, hogy abból micsoda a helyzetek, és ezt mindannyian megéljük, hogyha mondjuk egy kicsit két szóval máshogy mondok el egy adott történetet, akkor az már hogyan megy tovább, és abból otthon mondjuk mekkora galiba lehet. Hát tele van hogy... egy csomó humorral, ugye? Hát ez igen, igen, meg ugye a főszereplő, vagy hát több főszereplő van, de mondjuk a Gézának a szerepe, aki egy szerencsejátékos, ott pedig megjelenik az esendőség, vagy szomorúság, vagy tulajdonképpen fájdalom, ami egy betegség, a szenvedélybetegség, a szerencsejáték, függőség, vagy hogy mondjam, és hogy hogyan hozza az egyik probléma a másikat, és egy ember tulajdonképpen egy nap alatt, vagy két nap alatt hogyan veszítheti el a családját, a vagyonát, az egész életét, és ott kúszik a földön. És mindenki velünk... még nevetni is tudunk. Igen. Velünk, vagy akár a környezetünkben is megélhetünk ilyet. Igen, igen. A rendező megígérte, hogy nagyon jól fogunk szórakozni, és nekem az volt a benyomásom a próbán is, hogy ahogy mondtam, nagyon élvezitek ti ezt a játékot, és még több humor, még több poén hangzik el a színpadon, talán, mint a darabban, amennyit írt a szerző. Igen, mert hagyta abszolút az improvizációkat, meg neki is voltak javaslatai, meg vannak is, tehát... Igen, hát azért húz egy határt, terelget bennünket keményen, de azért mi is, ha olyan ötlettel szolgálunk, akkor azt... Igen, a Kovács Zsolt, ennek beépíthetitek a darabba. Hatalmas nagymestere a Kovács Zsolt, aki nagyon nagy boldogság szerintem, hogy megint láthatják a nézők. Neki van egy fantasztikus képesség, szerintem erre. Hát remélhetőleg sokan fogják látni. Utaltunk már rá, hogy vannak visszatérő vendégek mindig a Kőszegi Színházban, nem csak ti fiatalok, hanem az idősebb generációból is. Viszont hiányoltuk az idén, csak úgy, mint emlékeim szerint tavaly is, Molnár Piroskát. Így van, hát a Piroska köszönhetően egyébként annak, hogy olyan kiváló színésznő, nagyon sokat filmezik is. Úgyhogy például tavaly is a Nagy Füzet forgatásán kellett, hogy dolgozzon, örömmel persze, de egy kicsit mindig szomorú, hogy nem tud jönni Kőszegre, de azért ő jön, tehát most a bemutatóra is fog érkezni. Kíváncsi. Csütörtökön itt lesz. Hát egyrészt ugye a Pogány Juditnak is nagyon jó barátnője, meg velünk is nagyon jóban van, mindenkivel. Úgyhogy és lesz talán most... hiányzik is neki Kőszeg. Hát ő nagyon szeretne jönni, Azt is meg szokta kérdezni, hogy és a lakásom hogy van? Tehát ahol szokott ő lakni, hogy az hogy van, mert ő az neki az annyira a nagy dolog, hogy tényleg ugye Kőszegen megvan a kötött próbarend, de azon kívül ő civil maradhat. Tehát egyrészt nem azon kell gondolkoznia, mint hogy otthon, hogy mondjuk mosogatni, főzni, vagy igen, nem tudom, valami házi munka egyéb. Másrésztől pedig mondjuk az utcán nem tolakodnak felé. Tehát ő úgy tud Kőszegen létezni, hogy mindenki tudja, hogy ő a Molnár Piroska, vagy mindenki tudja, hogy tikik vagy, de hagyják. Tehát, hogy igazából nincsen ebből konfliktus, ráadásul tényleg próbálunk mindig olyan szállásokat,
vagy evet szerezni, ahol valóban tudnak pihenni és feltöltődni a művészeink, hiszen én hiszek abban is, hogy a környezet is hatással van a művészekre. Igen. Tehát az, hogy mondjuk ezt a kávéházat, meg ezt a kisvárost, ahol azért turisták is vannak, meg egyébként ugyanazok a figurák nagyon régóta, az valahol azért Kőszegen is megvan, hiszen nálunk is megvannak a turisták, okay. Nálunk is megvannak a főtéren ugyanazok az emberek, ugyanúgy lehet ott vannak. Lehet akár az ottani sokból. Tehát nagyon meg lehet merítkezni ebben a kicsi időkérésben. De arra, hogy az előző gondolatot végül is nem vitted végig. Igen, a nagy fizetet. Piroska igazoltan volt távol. Így van. Tehát ő forgatott, úgyhogy Kristóf Ágota nagy füzetéből készült film nyert ugye Carlo Ivariban most nagy díjat. Annak a Kristóf Ágotának, aki Kőszegen nyugszik, és aki mondjuk tavaly a Gerdje Krisztián rendezésében létrehoztunk egy darabot, az elsurranó patkányt, amiben a Frici, aki már nincs közöttünk, fantasztikusat nyújtott, és én hiszek abban, hogy ez a fajta gondolat egyébként a Piroska szerepformálásában benne lehetett, meg benne volt, hiszen nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a tavalyi évben. Nagyon sajnálom, hogy idén az anyagi lehetőségeink okán nem tudtuk folytatni ezt a Kristóf Ágota sorozatot, hiszen szerettük volna. De reméljük, hogy előbb-utóbb. Nagyon szeretnék folytatni, ez semmi máson nem múlik, mint az anyagiakon, mert azért Kristóf Ágota nem könnyen emészthető. Róla biztosan fogunk még beszélni, és lehet, hogy még a díj kapcsán esetleg Molnár Piroskát is mikrofon végre tudjuk kapni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és egy kicsit beszélgethettünk. Szűkre szabott sajnos az időnk. Sajnálom. Köszönöm. Nórának még szeretnék boldog névnapot kívánni, mert hogy épp a bemutató köszönöm. Napján fogja ünnepelni igen. A neve napját. Igen. Gratulálok, sok boldogságot köszönöm kívánok. Szépen. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. Az idén két hétvégén rendezték meg a múzeumok éjszakáját Szombathelyen, legutóbb a Képtárban és az Ízeumban voltak programok, most ebből láthatnak egy rövid ízelítőt. Francia sanzonok szóltak a párizsi kávéházként berendezett Képtárban a múzeumok éjszakáján. Párizsi randevúk mindenből francia, így szólt a program mottója. A modern művészet gyökerei franciák. Ennek apropóján gyűjtötte egybe egy hosszú estére a francia vonatkozású kincseit a szombathelyi Képtár. Azt tudni kell, hogy a múzeumok éjszakája alapgondolata pontosan Franciaországból indult ki. Ha jól emlékszem, akkor 1999-től vannak megrendezve ezek a múzeumi éjszakák. A Szombathelyi Képtár 2006-tól vesz részt a múzeumok éjszakáján. Először Budapesten non-stop divatbemutatót rendezve a Szántó Piroska és Vas István emlékházban, utána pedig 2007-től folyamatosan már rendezzük a Szombathelyi Képtárban. A hangulatos programon a gyerekekre is gondoltak. A kicsik francia csatot készítettek a nemzeti színekkel, fehérrel, kékkel és pirossal. Ezek tül anyagok, és nagyon szép gyöngyök, amik üveg és műanyag gyöngyök. A gyerekek válogatják össze, hogy készült, tehát teljesen kiélhetik a kreativitásukat. A múzeumok éjszakáján 12 szombathelyi művész közös kiállítása nyílt, Szombathely az én Párizsom címmel. Az alkotók kollázsokkal, festményekkel, szobrokkal örökítették meg Franciaországban szerzett élményeiket. Én 9 napot voltam Párizsban múlt évben, és akkor volt egy elképzelésem, hogy minden napnak az élményét az este folyamán ábrázolom, és papírkivágásokat hoztam erre a kiállításra. Folyamatos 9 napnak az ábrázolása papírkivágásokkal. Szóval konkrét napoló élményként tekintem ezeket a munkákat. A szombathelyi művészek munkái mellett a Képtár sok ezer darabos anyagából falra kerültek Ervin Marton magyar származású Párizsban élt fotóművész képei is. A francia hangulat nem ért véget a múzeumok éjszakáján. A Párizst idéző kiállítások július 28-áig láthatók a Szombathelyi Képtárban. Szeretnéd, ha mesélnék látomásról? Kérdezte huncut mosolya a ráncos ajka szélén. Persze, hogy szeretném, mindig szeretném, gondoltam, de csak bólintottam. Ekkor Nagyi belekezdett a mesébe, amely megváltoztatta egész életét. Tudod, kisangyalom, jó pár éve a háború vége után dédapád egy hajnali órán bejelentette, hogy régi bajtársaival találkozik a szomszéd faluban. Még aznap, késő délután egy toprongyos kisfiú rontott be hozzánk.
Kész csókom! Ha csodát akarnak látni, hát jöjjenek, mert a házura most érkezett a falu határához, s ráadásul nem akármilyen szerzett kíséretében. Déd nagyanyád leoldott a kötényét, és rögvest elindult a gyermek után. Furta oldalunkat a kíváncsiság, de amikor befordultunk a templom mellett, megláttuk a csodát. Édesapám egy fenséges pejcső dörcsikó kantárszárát fogta. Az állat izmos teste megfeszült, orjukai kitágultak az idegességtől. Patái doboltak a macska köves téren. Én a döbbenettől szóhoz sem jutottam. Ellenben az édesanyám. Hely, szegény jó apám, amit akkor kapott, sosem felejti. Ilyen felelőtlenséget, lovat venni ilyen inséges időkben, ráadásul csődört, eladhatatlan. A józan paraszt kancát vesz. Látszik rajta, hogy háborúzni lenne jó, nem pedig földet művelni. Ez egy nyughatatlan pára. Na, ilyeneket mondott volna még sokat, ha apám közben nem vág. Asszony, a lóval én rendelkezem. Tán nem látszik rajta, hogy fiatal és erőtől duzzad? Ezután hozzám fordult. Leányom, mostantól a te gondodra bízom. Adj neki vizet, és vezesd a pajtába. Anyám szólni akart, de magában tartotta. Hevesen dobogó szívvel közelebb léptem a lóhoz, és megsimítottam a nyakát. Érintésemre megrezzent, de nem lépett el tőlem. Édesapámat néztem, aki a bajusza alatt bátorítólag elmosolyodott, és így szólt. Eredj, mielőtt lemegy a nap. Remegő kézzel átvettem a szárat, és elindultam a falu széli tisztás felé. A csodás teremtmény fújtatva lépdelt mellettem. Mindenre és mindenkire gyanakodva nézett. Mikor végre kiértünk a sáros ösvényre, a fiatal csődör hegyezni kezdte a fülét, majd nekiindult. Vonszolt maga után. Ám szerencsére jó erőben voltam, és egy vakon túrásnál megvetettem a lábam. Ahogy a ló megérezte az ellenállást, csodálkozva visszanézett rám. A gyér napfény megcsillant a szőrén, olyan volt, mint egy látomás. Nagyon szépen köszönjük Parti Nórának ezt a rögtönzött produkciót, amit mi most meglepetésnek szántunk vendégünknek, Baumgartner Zsófinak, aki itt ül már a stúdióban. Köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél. És köszönöm, hogy itt van vele tanárnője Tangl Lászlóni a Brenner iskolából. Mert hogy Zsófi, te írtad ezt az imént hallott szöveget, amelyben most egy részletet hallhattunk, ez egy novella, ezzel nyertél te nemrégiben egy pályázatot. Úgy tudom, hogy van ennek is egy története. Hogy került ez a novella a zsűri elé? Hát úgy kezdődött az egész, hogy mikor ezt megírtam, nem számítottam rá, hogy erre a pályázatra elküldik, és a nagyszüleim küldték be, úgyhogy én nem tudtam róla. És amikor az eredményhirdetés előtt egy héttel felhívták az anyukámat, akkor tudtuk meg, hogy végül is beküldték. Akkor az is meglepetés volt, hogy most remélem szintén sikerült neked egy kis meglepetést szerezni. Gondolom örültél az első díjnak. Úgy tudom, hogy több mint 200 pályamű érkezett, úgyhogy ez egy nagyon nagy eredmény, amit te elértél. Áruld el, légy szíves, hogy miután hallottunk egy kis részletet ebből a novellából, hogy hogyan alakul a nagymama és a ló kapcsolata? Hát, miután az övé lesz, sokat vannak együtt, és nagyon megszeretik, és szoros lesz közöttük a kapcsolat, és egy napon elhatározza a lány, vagyis hát a nagymama fiatalkorában, hogy kilovagol. És végül eléggé rosszul sül el a dolog, mert leesik a hátáról, és elájul az erdőben, és a ló menti meg az életét, mert felébreszti, és együtt mennek haza. Saját élményből táplálkozik ez a történet? Történt veled hasonló? Hát én is lovagolok, de nem, annyira nem történt ilyen. És a nagymamáddal? Nem. Nem, tehát akkor ez egy kitalált történet, de a lovakhoz való vonzódásod minden esetre kiderül belőle. Tanárnőhöz fordulok, mennyi ilyen hasonló tehetséges diák van manapság? Én azt gondolom, hogy ma, amikor a gyerekekről azt halljuk, és tapasztaljuk is sajnos, hogy nem nagyon szeretnek olvasni, és hogy a szókincsük talán szegényebb, mint a korábbi nemzedékeké,
Azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, ha valaki ilyen irodalmi értékű művet letesz az asztalra. Igen, azzal kezdeném talán, hogy nálunk a Brenner iskolában a tehetséggondozás az elég központi helyet foglal el. Hogy melyik gyerek miben tehetséges, ennek felkutatása az tanórákon történik. Nagyon sokféle változatos, színes feladatokat szoktunk magyar órákon kínálni a gyerekeknek. Ide nem csak dramatizálás, versmondás tartozik, hanem a különböző műfajú és témájú szövegeknek a megírása is. És hogy melyik gyereknek csillan meg a tehetsége ezen a területen, hát itt mutatkozik meg először, és ezután már csak egy közös pedagógus, illetve diák munkája az, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni, akár szakköri, vagy akár egyéni foglalkozások területén. És hát így történt ez Zsófival is, hogy igazándiból az órákon vettem észre, hogy amellett, hogy ügyesen mond verset, nagyon szépen olvas, szép kiejtése van, hogy az írásbeli munkák terén is nagyon tehetségesen nyilvánul meg. És azt gondolom, hogy ötödiktől fogva fokozatosan érett ő meg most nyolcadikra, hogy egy ilyen eredményt elérjen. És hát mit mondaná egyébként, hogy mondjuk ez a mű, tehát ez a novella, amit a Zsófi írt, miben különbözik egy jó színvonalú ötös iskolai dolgozattól? Most a születéséhez ennek a kis írásműnek azért hozzátartozik, hogy nem csak erre az egy pályázatra íródott, hanem korábban a Magyar Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézetének volt egy irodalmi képzőművészeti pályázata, ahol konkrétan ember és állat kapcsolatát jelölték meg témaként, hogy ember és állat egymás iránti hűsége hogy nyilvánul meg. És amikor ezt a pályázatot én olvastam, akkor azonnal Zsófi jutott eszembe, hiszen tudtam, hogy lovagol, és a ló milyen közel áll hozzá, és hát kértem, hogy ebben a témában próbálkozzon meg, és hát ehhez egy rajz is készült akkoriban. Hogy miben különbözik ez egy iskolai dolgozattól? Azt hiszem, hogy itt az elején a felolvasásból ez kiderült, hogy mind szókincsében, mind a nyelvi megformáltságában egyetlen az, hogy párbeszédeket hogy dolgoz bele az írója, azért ez messze túlmutat egy iskolai dolgozaton. Ezt mindannyian hallottuk, hogy itt már azért komoly művészi megnyilatkozások voltak benne. Zsófi, elárulod a kulisszatitkot, hogy te hogyan írsz? Előre a fejedben van minden, maga a történet, tudod, hogy mi lesz annak a vége, hova fut ki a cselekmény, vagy ez menet közben formálódik? Hát igen, menet közben derül ki számomra is, hogy mi lesz a történetben. Mikor nekiültem ennek, nem tudtam még, hogy miről fog szólni, csak nekiálltam. És te kifejezetten novellákat vagy meséket írsz, vagy esetleg verssel is megpróbálkoztál már? Inkább ez a mese és elbeszélés. Elsősorban ez foglalkoztat. És a témáidat honnan, miből meríted? Hát ennek a novellának a megírásánál segített ugye ez, hogy meg volt adva az ember és állat kapcsolata, de egyébként csak ami eszembe jut. Elhoztad a díjat, ezt nagyon köszönjük, mert legalább a nézők is látják itt az asztalon, hogy milyen gyönyörűséges díjat kaptál. Befejezésül még azt áruld el, hogy mi a terved, hol tanulsz tovább, mert ugye most fejezted be az általános iskolát. Igen, a Premontrei gimnáziumba iratkoztam be. Hát figyelni fogjuk majd a jövőt is, és reméljük, hogy találkozunk majd, és hasonló sikerekről beszámolhatunk majd. Neked nagyon szép nyarat kívánok, és további sikereket, tanárnőnek pedig nagyon sok tehetséges Zsófihoz hasonló tanítványt. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és itt voltál velünk. Kedves nézőink, július végén kezdődnek az Ízeumi Szabadtéri Játékok programjai Szombathelyen. Elsőként Verdi Aida című operáját hallhatja majd a közönség neves művészek közreműködésével. Az előadás rendezője Kürti András nemrégiben Szombathelyen járt, akkor hallgattuk a darabról. Ezek a felvételek a romániai JAS, azaz Jászvásár operaházában készültek néhány hónappal ezelőtt. A budapesti Kürti András legutóbb ott vitte színre Aida történetét, de korábban már Placido Domingóval és más világsztárokkal is dolgozott együtt ebben a műben. Verdi egyik legnépszerűbb operájának nagy sikerű tavaszi bemutatója után most szabadtéren a szombathelyi Ízeumban készül az etióp királylány és az egyiptomi hadvezér szerelmi történetének megelevenítésére.
Az ókori szentély különleges díszlete lesz az előadásnak. Az Ajda harmadik felvonása a Nílus parton, az egy Ízisz templom előtt játszódik. Tehát a díszlet az abszolút beleillik a darabba, és még két templom jelenet van az Ajdában, ami ugyan nem Ízisz templom, de könnyen tudjuk azzá alakítani világítással és egyéb ügyes megoldásokkal, amikben Székely László kedves régi kollégám a partnerem. Amikor megláttam ezt a teret, ezt a megújult teret, akkor azonnal azt mondtam, hogy ez az Ajda. Azt hiszem, hogy ez egy ideális helyszín egy lehetséges Ajda verziónak, hiszen nyilvánvaló ahány előadás annyi verzió, és ezért szép a mi munkánk. Nincs egyedül üdvözítő megoldás, mert mindig van sok-sok alternatív megoldás. Itt a helyszínen egy speciális megoldás kell, ennek az optimumát keressük. A látványos, ám kötöttségeket is jelentő helyszín nem mindennapi feladat elé állítja a rendezőt, aki ugyan nem ígér elefántokat és extrém díszletelemeket, de biztos abban, hogy így is izgalmas előadás születik. Persze a látvány valóban hozzátartozik a francia nagy operához, de a Verdi féle opera az minden szempontból megállja a helyét ezek nélkül, a különleges extrém látványosságok nélkül is, sőt, hogyha erre fektetjük a hangsúlyt ezekre, akkor a második rész, a harmadik, negyedik felvonás rendkívül izgalmas emberi drámái, azok egy picikét árnyékba kerülnek. Hát ezt én nagyon nem szeretném, mert engem ebben az operában is elsősorban az emberi sorsok izgatnak, és mindaz, ami ezen kívül van, annak is meg kell adni a módját, tehát meg kell adni a császárnak, ami a császári, ez esetben persze inkább fáraót kellene mondani, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy mi az, ami a legfontosabb ebben, az nem a díszítés, nem a körítés, hanem még egyszer mondom, ami az emberi sorsokban történik. Az olasz nyelvű előadás szereposztása is figyelemre méltó. A címszerepet a Kossuth díjas szoprán Lukács Gyöngyi énekli. Darabbeli apját férje Alexandru Agake alakítja. Az előadás nagyszabású nemzetközi produkció lesz, amelyben mintegy 140 művész lép színpadra. Néhány énekes a jászvásári darabból, az operakórus Debrecenből érkezik. A balettkarban szombathelyi gyermekek és kolozsvári felnőttek táncolnak majd. Az előadásban, amely két alkalommal július 26-án és 28-án lesz látható, a Szavária Szimfonikus Zenekar működik közre. Hivatalosan pénteken este nyitó koncerttel veszi kezdetét az idei Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál, és tart egészen a következő hétvégéig. A következő percekben erről a programról beszélgetünk vendégeinkkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szél Ágnest, fesztiválmenedzsert és Horváth Bence trombita művészt, aki különösen fontos szerepet kap az idei programban. Azt hiszem, a cél nem nagyon változhatott az elmúlt idők folyamán, tehát a bartóki életmű és az új zene megismertetése, népszerűsítése lesz az idén is a fókuszban. Így van, pontosan. Illetve van mindig egy speciális tematika, idén a trombita lesz. Ezt kaptam Ottóul is az idei így fesztivál, van. Fókuszban a trombita. Nem véletlenül trombita művész a mi vendégünk, Horváth Bence, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tagja, és nagyon sok mindent elért már a művészi tevékenységével, úgyhogy az idén kurzust is vezet. Hogyan képzeljünk el egy kurzust? Nagyon sok hallgató, növendék vesz ilyenkor részt ezen a programon, és nagyon sok felől érkeznek, tehát nem biztos, hogy azonos tudás van mögöttük. Ez így van, biztos, hogy nem azonos tudás van mögöttük. Én magam és ismerek jó néhány növendéket, főleg akik Budapestről jönnek mondjuk ide Szombathelyre a kurzusra. Számomra is elég kellemes meglepetés volt az, hogy elég sok országból, Amerikából is jelentkeztek például. Általában mi szoktunk menni Amerikába tanulni, trombitálni, de most egy amerikai jön ide hozzánk, úgyhogy erre büszkék lehetünk. Jó sokan jelentkeztek, úgyhogy jól szervezték ezt, hála Istennek. Ilyenkor egyéni foglalkozásokra is van mód? Mindenképpen, természetesen. Alapvetően úgy néz ki a kurzus, hogy ezt a sok jelentkezőt
tartunk közösen természetesen mindenféle metodikai, fúvástechnikai, ami mindenkire egyaránt érvényes. Ezek ilyen csoportos foglalkozások, valószínűleg így fogjuk csinálni, de nagy részt azért egyéni foglalkozások lesznek, tehát szépen sorba jönnek és próbálkozunk velük. Milyen gazdag a zenei irodalom olyan művekben, amelyekben a trombita hangsúlyos szerepet kap? Hát, hogyha a nagy ívben próbálom, mondjuk ha barokkig messzebbre nem menjünk, mehetnénk egy kicsit még, de akkor olyan lukacsos, olyan, hogy néha fent, néha lent. Például a barokkban egész az aranykora volt tulajdonképpen a trombitának, ott rengeteget kellett trombitálni, és nagyon szép szerepe volt a hangszernek. Aztán később a klasszikában ott egy kicsit háttérbe szorultunk, hogy úgy mondjam. Visszamentünk a toronyba fanfározni. És aztán a romantikus korban, illetve amikor elkezdett a hangszer, ennek volt egy hangszer építés technikai vetülete is, tehát ahogy a hangszer fejlődött, természetesen a zeneszerzők úgy kezdték el foglalkoztatni azzal együtt. Tehát amikor a drasztikusan megnőtt a szerepe a hangszernek, amikor kromatizálták, tehát amikor minden hangot, mint a zongorán, ugyanúgy el tudtunk játszani, mert régen nem tudtunk eljátszani minden hangot. És mi a helyzet a modern zenével? Tehát a modern zenében mekkora szerepet kap? Modern zenében, hála Istennek, hogy mondhatjuk nyugodtan, hogy reneszánszát éri újra a trombita, mint hangszer. Például ez a Ligeti darab is bizonyítja, hogy nagyon sokféleképpen, sokrétűen lehet használni a trombitát, mint szólista hangszert is természetesen. Mint ahogy a nyitó koncerten éppen lesz alkalmunk ilyet is hallani. Milyen hangversenyekkel, milyen koncertekkel várják idén a közönséget? Mert hogy a koncertek nyitottak, tehát nem csak a kurzuson résztvevő hallgatók számára szervezik ezeket. Így van, szokás szerint várjuk a közönséget, lesz egy zenekari nyitó és egy zenekari záró hangversenyünk, mind a kettőn egy-egy izgalmas mű trombitára el fog hangzani, illetve a szokásos kamara hangversenyeink lesznek, lesz egy népzenei est és egy jazz koncert is, idén a jazz is a trombitára lesz hangolva, tehát a jazz legendás trombitásainak műveiből, szerzeményeiből állított össze Fekete Kovács Kornél egy izgalmas estet. Ezt már csütörtökön hallhatják. Így van, ez lesz a felvezetés, emlékszem, vagy a hangolás a fesztiválra. De emellett tényleg szinte minden nap lesz egy olyan program, ami a trombitához köthető, illetve a művésztanárok lépnek föl a korábbi éveknek megfelelően. Talán azt is mondhatjuk, az is hagyomány már a Bartók Fesztiválon, hogy ősbemutatókra is sor kerül. Így van. Nem csak, hogy ősbemutatók, mert hogy az is fontos. Tehát sok mű itt hangzott el Szombathelyen először. Idén a Bartók Fesztiválon a 15. kamarahangversenyen lesz jó pár új műnek bemutatója. De nagyon fontos azt is kiemelni, hogy vannak olyan izgalmas művek, amik a világban már több helyen elhangoztak, és Magyarországon itt először a Bartók Fesztivál keretében kerülnek bemutatásra, mint most például Ötvös Péter cselló koncerto grossója a július 12-i nyitó hangversenyen. 90 éves lenne Ligeti György, akire imént Horváth Bence utalt már, az ő emlékére is rendeznek koncertet. Így van, nagyon fontos zeneszerző természetesen a zenetörténetben, így mindegy hangversennyel, egy kamarahangversennyel emlékezünk a 90. születésnapjára, mind együttműködésben a Zenetudományi Intézettel egy egynapos zenetudományi konferencia is lesz. Tehát kapcsolódó programok is szerepelnek ezek szerint a különböző programok között. Igen. A záró hangversenyről még mondjunk egy gondolatot. A záró hangverseny szokás szerint a karmestereknek is, a fiatal karmestereknek is egy bemutatkozás, tehát a közel két hetes munka gyümölcsét itt láthatja, hallhatja a közönség, és egy trombitás mű, Ötvös Péter jazz streamje lesz az izgalmas koncert koronája. Mi a tapasztalat egyébként, hogy a modern zene mennyire népszerű a mai fiatalok között? Úgy tudom, hogy ön tanít is a hétköznapokban is, nem csak itt. Így van. Hát megkerülhetetlen a kortárs zene, szóval lehet nem szeretni, vagy szeretni, ez végül is mindegy. Kortárs zenét játszani kell. De van ebben kell. Például különbség a különböző kultúrák között? Már csak egy rövid gondolatra van időnk. Húha, van, ez egy hosszadalmas folyamat lenne, hogyha most erről beszélgetnék. Erről a nyitókoncerten szereplő Ligeti
darabról annyit hozzátennék, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon fog tetszeni a közönségnek. Ez nem olyan kortárs zene lesz, ezen nevetni fognak. Amitől idegenkednénk esetleg. Igen, ez egy abszolút bevehető, hallgatható, ez egy opera részlet tulajdonképpen, a Ligeti Grand Macabre operájának egy részlete. Dumálni kell benne, pisszegni kell benne, van egy kis koreográfiája ennek az egésznek, tehát ezen nagyon jól fog szórakozni a közönség. Szokatlan lesz, de szokatlan lesz, de biztos vagyok benne, hogy nagyon fog tetszeni a közönségnek. És akkor mégis mi európaiak jobban megbarátkoztunk a modern zenével, vagy inkább ez a tengeren túlon, igaz? Mindenképpen szeretném kikényszeríteni valahogy a választ. Hát én azt mondom, hogy Európában legalább annyira Nyitottak vagyunk a kortárs zenére, mint Amerikában, igen. Szóval nem gondolom, hogy ha Amerikát kell most Európával szembeállítani, egyébként szerintem nem, mert ez a kettő azért ebből a kultúrának ezen területén inkább egy, ha jobb elvez. De én mindenképpen azt gondolom, hogy Európa azért vezető szerepe van Európának ebben, és Magyarországnak is ráadásul. Remélem, hogy ezt a tapasztalatot erősíti majd a következő bő egy hétben az idei rendezvény, tehát az idei Bartók Fesztivál is. Nagyon jó munkát kívánok, nagyon sok szép, élvezetes koncertet és nagyon sok élményt a következő napokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Kedves nézőink, most pedig nem maradt más hátra, mint a sorsolás. Ahogy a műsor elején említettem, van 2 darab belépőjegyünk a Kőszegi Várszínház előadására 11-ére, amikor is a Kávéház című Goldoni darabot nézheti meg. A 0630 411 34 10-es SMS számról üzenetet küldő kedves nézőnk. Ugyanezt a darabot tekinthetik meg július 16-án ketten, a 0630 531 7030-as számról üzenetet küldő kedves néző és partnere. 2 darab belépőt nyert tőlünk az Ízeumba, a 0620 463 37 14-es telefonszámról üzenetet küldő kedves néző, és 2 darab utalványt vihet el tőlünk a Café Frey felajánlásával, a 0630 565 59 90-es telefonszámról üzenetet küldő kedves nézőnk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, a következő napokra, hetekre nagyon sok kellemes kulturális élményt kívánok önöknek. Műhelyt legközelebb 2 hét múlva láthatnak itt a Szombathelyi Televízióban. Viszontlátásra!